A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban egy kötet bemutatón járunk, aztán megismerhetik az idei Anna Bál szépét, de most mindenek előtt ellátogatunk az Arkonik Albafehérvár családi napjára. Tartsanak velünk! A Bregyó közi sportcentrumban először találkozhattak az Alba szurkolói, az átalakult keret családjukkal együtt érkező játékosaival. Ha a klubvezetés szándékán múlik, többen lettek volna itt a tavalyi ezüstérmes állományból, de a magyar magban és a légiósok között is kellett változtatni, mert voltak, akik bár marasztalták őket, eligazoltak. Amit terveztünk, ugye, hogy nagyjából együtt tartsuk a csapatot, az annyira nem sikerült, hiszen Pongó Marci és Somogyi Ádám is távozott. Fillmore maradt, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos volt. Quincy Fordot is szerettük volna megtartani, de ő végül Olaszországba ment. Tehát ilyen szempontból azért a keret változott, de én optimista vagyok, mint mindig, és bízom abban, hogy aki itt van, az mindent meg fog annak érdekébe tenni, hogy hasonló eredmények legyenek, mint az elmúlt pár évben. Négy új légiós érkezett, és mellettük fiatalokat is igazolt a csapat, hiszen továbbra is érvényes az U23-as szabály. Balog Máté, Kis Benedek és a Nyíregyházáról visszatért Kass Balázs biztosan kap majd lehetőséget a szezonban. Utóbbi utánpótlás szinten már ért el sikereket az Albában, most pedig a felnőttek között bizonyíthat. Jól érzem magam itt Fehérváron, nagyon örülök, hogy visszatudtam jönni, visszatudtam igazolni. Második otthonomnak mondhatom Székesfehérvárat. Jót tett, úgy gondolom, ez a nyíregyházi kitérő, sok játék lehetőséget kaptam, igaz, nem olyan magas szinten, de mégiscsak NB1-ás csapatok ellen tudtam játszani. Igazából örülök, hogy engem választott a Fehérvár, hogy így fiatalként tudjam segíteni a csapatot. Kimondottan örülök neki, hogy az utánpótlás csapattársaimmal így együtt tudunk majd a felnőtt csapatba is játszani, hiszen régen ugye ez volt nagyjából mindenkinek az álma. Remélem minél többet fogok majd tudni segíteni a fiatal poszton is, de remélem, hogy majd esetleg a második fél időben is a csapatnak. Igazából nagyobb ilyen kitűzéseim, céljaim nincsenek, csak tényleg az, hogy minél hasznosabb tagja legyek a csapatnak. Simon Balázs azt mondja, a most igazolt fiatalok mellett szól, hogy már szereztek némi rutint a bajnokságban. Azért is igazoltuk akár a Balog Mátét, akár a Kis Benedeket és vissza a Kass Balázs, mert ők az elmúlt években azért már többé-kevésbé játszottak, amiatt a szabály miatt, tehát pályán voltak, tehát van rutinjuk, és ez meg szükséges, hogy minél könnyebben be tudjanak illeszkedni, persze nekik is idő kell, meg bizalom, de ez megvan feléjük, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy meg fogják tudni azt a feladatot oldani, ami rájuk fog hárulni. A családi nap a szurkolókkal folytatott kérdezfelelek és a kosárlabda pályán rendezett versenyek tekintetében is jól sikerült. Az Arkonik Alba Fehérvár ezen a héten már edzőmeccseken is pályára lép egy oroszlányi tornán, az új szezonban pedig nem csak a bajnokságban, hanem a FIBA Európa kupában is bizonyíthatnak Vojvoda Dávidék. Német Orsolya ékszerkészítő otthonában Bokros Judit újságíró költő volt a vendég, akit a közönség verses kötetén keresztül ismerhetett meg. Kellemes estet tölthettek el Német Orsolya ékszerkészítő udvarában azok, akik elfogadták meghívását. Bokros Judit újságíró költő első verses kötetét ismerhették meg, amely még tavaly decemberben jelent meg. Az udvar időről időre teret ad a kultúra egy-egy szeletének, legyen az képzőművészet, zene, vagy akár az írás, a költészet. Nagyon kedvesek a vevőink, és nagyon nyitottak egymásra is. Én úgy érzékeltem, hogy a művészetekre, beszélgetésekre, és egyszerűen csak egy kis plusz, amit úgy gondolom, hogy jó, ha az ember tud adni, vagy együtt átélni inkább. A látogatók az est kezdete előtt még válogathattak, vásárolhattak az ékszerekből. Volt, aki Győrből érkezett, hogy megismerje a Felfedezések című kötet szerzőjét. Orsiékkal már a kapolcsi művészeti napokon első ízben szoktunk találkozni sok-sok év alatt. Minden évben ellátogatunk, ugye a művészet az emberi léleknek a legnagyobb kincse, hiszen minden alkotás érték,
és igazán ez tesz bennünket olyan gazdaggá, amit adunk, befogadunk, és azáltal mindenki egy kicsit művész lehet, és élvezheti az alkotás örömét. Minden alkotás a lélek szépségéből születik, és a szívben válik halhatatlanná. Hát ezért a cím is az már magáért beszél. Kíváncsi voltam mindenképp, magam is írok ezért is, úgyhogy egy ilyen irodalmi esnek ez a szépsége, hogy lélekközelből találkozhatunk és beszélgethetünk. A kötet a Vörösmarty Társaság kiadásában Láncos Szegfű ösztöndíjnak köszönhetően jelent meg. Az elmúlt 3 évben szerzett verseket tartalmazza. A felfedezések korrektora Fraller Ildikó volt. Az egy dolog, hogy én hogyan írtam meg ezeket, milyen indítatásból, de hogy az olvasónak mit mond, vagy melyik olvasónak mit mond, azt fogjuk most körbejárni ezen az esten felfedezésszerűen, amire a kötet cím is utal. Az est ötlete Fraller Ildikótól származik, aki nagyon jól ismeri a könyvben található verseket, mert ő volt a könyv korrektora, és a bemutatón is ott volt, és utána volt az ötlete, hogy mi lenne, ha ilyen formában közelítenénk meg a könyvet, illetve a verseket, hogy tényleg egy-egy személynek mit mond, és akkor így válogattunk ki, én kértem meg hozzám közel álló nőket, hogy válaszolnak egy-egy olyan verset. Tehát, illetve ha van olyan vers, ami hozzájuk igazán közel áll, és szívesen beszélnek róla, Ildikó kérdései nyomán, akkor bevonjuk őket. És akkor így lett, azt hiszem, most 5 vagy 6 hölgy. Ezek közül is bármelyik megérinthet bárkit lényegében, tehát én kíváncsi vagyok, hogy azok, akik ma itt megszólalnak majd Ildikó kérdései nyomán, meg velem együtt, ők mit mondanak, mi az, ami eszükbe jutott erről a versről, vagy miért fogta meg őket, mire emlékezteti, mit hívott elő belőlük, milyen hangulatot, és szerintem ettől lesz érdekes, és ebből egy ilyen párbeszédszerűség alakulhat ki, amibe akár majd a közönség is bekapcsolódhat. Nézi magát a tükörben. Elmúlt 40. Ki ez a nő itt? Az arca néha szétcsúszik, olykor a gondolata is. Talán ez ült ki az arcára, vagy a nehéz éjszakák, ki tudja. Amikor hosszan várja, hogy visszatérjen az álom. Nem tudja, miért lett ilyen. Csak keresi az okokat, próbálja felfejteni a múltat. Még csak most próbálja. Mintha eddig nem is lett volna. Nem tudja, olykor mi dobog, ver, reszket, szorít benne. Vagy ki? Mi ez? Teszi fel a kérdést néha. A választ meg még keresi. Nézi magát a tükörben. Ez már az, igen. A B oldal, mondják. Nem baj, nem számít. Ez most hiteles. Nézi a régi képeket, mintha nem is ő lenne, de tudja, hogy ő az. Másként. Akkor máshogy volt hiteles. Nem cserélne. Szereti, hogy ez mind hozzátartozik. Ez mind. Akár csak az egyetlen pontból sugárként kiinduló őszhajtincs, a mosolyra összehúzódó ráncok a szeme alatt, a szaporodó anyajegyek, a télen repetre száradó jobb tenyér, a száraz szem és az a sok-sok jó és rossz tapasztalás. A felfedezések korrektora Fraller Ildikó volt. Az esten Bokros Judit visszajelzést kaphatott, hogy mennyire fogta meg, mi érintette meg a versben a közönséget. Én az irodalomnak a működését körülbelül úgy képzelem, hogy ez egy párbeszéd, és ez egy nagyon különleges párbeszéd, ami akkor jön létre, hogyha az olvasó, a szöveg, az irodalmi szöveg, meg egy kicsit az alkotó találkozik egymással, és ők ilyenkor, ha valóban meg tud szólítani valami, akkor beszédbe elegyedhetnek. És amikor a Judit verseit olvastam, akkor egy tényleg különleges élmény kerített magába, mert úgy éreztem, hogy rögtön behúznak ezek a szövegek. Nyilván nem mindegyik egyformán, és máshogy működött bennem, másmilyen párbeszédek alakultak ki, de mindenképpen működött bennem egy felfedezés, és volt, wow, ez bele tudok kerülni ebbe a versbe, és ez olyan egyszerűen jó volt, és egyre inkább úgy éreztem, hogy igen, én ezt szeretném, ezt a felfedezést legalább úgy, mint ő. És
ahogy Judit egyszer nyilatkozta, hogy a felfedezés eleinte munkacím volt, a kötetnek a munkacíme, de aztán ráébredt, hogy ennek sokkal több rétegű jelentése van, pontosan azért, mert jelenthet saját magának is egy felfedezést, a saját írásaink keresztül, meg hát természetesen az olvasóknak. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon különleges lehetőség, hogy itt valódi párbeszédek alakulhatnak ki. Ezek a felfedezések az olvasók szemszögéből az olvasók szavai szerint párbeszédek formájában jelentettek visszajelzést az est folyamán. Idén is megválasztotta az Anna Bál szépét a Nem csak a 20 éveseké a Világ Nyugdíjas Klub. A klub elnökével és a szépségkirálynővel Csapó Ramona kolléganőm beszélgetett stúdiónkban. Idén is megrendezték az Anna Bált, és ezzel együtt megválasztották a szépségkirálynőt. A stúdiónban most itt van velem Bognár Mária, a Nem csak a 20 éves, aki a Világ Nyugdíjas Klubnak a vezetője, valamint az idei szépségkirálynő. Köszöntelek teket a stúdióban. Köszönjük szépen, és mi is köszöntjük a kedves nézőket, és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, és megint van egy többel megszaporodtunk most a szépségkirálynőkkel. Akkor most hozzád fordulok, mi az, amit lehet róla tudni, mint szépségkirálynő, mióta vagy egyáltalán a klub tagja? Hát a klubba szeretek járni, a Marikával sokat egyeztetünk, beszélgetünk, és hát most nagyon meglepődtem, mert hogy élettem az, mert nem is gondoltam rá, hogy leszek, meg nem is mindig kihúztam magamat belőle, de mostan annyian szavaztak rám, hogy muszáj volt elfogadnom. Hát igen. És nagyon megköszönöm nekik, hogy rám szavaztak a baráti társaságot. Egyébként az Anna Bál és a maga a szépségkirálynő választás története az egybefor, vagy hogy kezdődött ez az egész? Hát ez nem for egyben, mert ugye ez a rendezvénysorozat még anno valamikor a Barátságházba kezdődött elég régen, 1996 körül, és ugye mi a Szenességgel kezdtünk, Szenes Ivánékkal. Úgy kezdődött, hogy feljártunk mi felvételekre a Szenes Színházba, akkor alakult meg Szenes Művész úrnak a házi színháza. És hát mi minden hetes vendégek voltunk, és körülbelül 10 éves évfordulónkat 2004-ben ünnepeltük, és akkor meghívott 10 vendéget, 10 énekest, és nagyon szép műsort kaptunk a Színes Művész úrtól. Ugye neki, úgyis hát akkor volt a 10 éves évfordulónk, és ez közben már alakult az Anna Bál, ugyanis ugye a Füredi Anna Bál az 1823-ban kezdődött, és hát ennek nagy hagyománya van. Ezt ugye el szoktam mondani általában a bál kezdetén, hogy miért vagyunk itt, és miért őrizzük ezt a hagyományt, mert hát ez egy nagyon szép hagyomány. Ugye Jókai Mór, Blahla Üzzam is oda jártak, hát ennek hosszú története van, de erre nem akarok kitérni, csak én úgy döntöttem, ha lehet a mi kis klubunkkal, akkor ugye létrejött Nem csak a 20 éveseké a világklub, Szenes Iván művész úr segítségével, és akkor itt meg itt Fehérváron meg létrehoztuk ugye a klubot. Mert mi ugye itt Pestre Fehérváron jártunk. Egyébként hogyan néz ki maga a bál? Hogyan zajlik nálatok? Igen, úgy zajlik, most már ez volt a 19. bálunk, és jövőre lesz a 20. De azt nagyon-nagyon szépen szeretnénk megünnepelni, és általában ez mindig úgy zajlik, hogy ugye, mint látni a Terikénél is, hogy ki van a szívecske tűzve, mindig minden hölgyel tüzettünk ki a 19 bál során számukat, és megadtuk a lehetőséget, hogy lehetett rájuk szavazni. Volt, amikor zsűri volt, volt, amikor most az egyszer nem zsűri volt, hanem kis papírkákat adtunk ki, hogy azt szavazóládába dobják be, és akkor aki a legtöbbet kapja, hát ő neki volt most szerencséje, és az nyeri meg az első helyezettet, mert
ugye szépség királynő, mi már a mi korunkban szépkorúak szépének, hisz ez van a feliratán is, szépkorúak szépe 2023, a kis koronával, és kap egy oklevelet hozzá. És ezt mind a 19 megkapta eddig. De a 20-at már valami különösképpen szeretnénk megünnepelni, és remélem, hogy sikerülni fog. Biztos, hogy sikerülni fog. Ugye igen, mondtam még a beszélgetés elején, hogy próbáltam magad kihúzni mindig, hogy szépségkirálynőnek választanak. Miért volt ez? Most pedig mégis jó élményekkel térre vissza a bárról. Hát én nem tudtam kihúzni, vagyis hát ki akartam, mert eddig sose akartam lenni, hanem annyi szavazatot kaptam, hogy de mondom, én leültem, hogy iszok, azt akkor mondja a Zoli, hogy 17-es. Ó, mondom, szóltak a csajok, azt mondja, hát mennyi, te vagy? Hát azt el kell, hogy mondjam, hogy most, mert ugye mindig kaptam retorziót a 18 év alatt, hogy így bunda, úgy bunda. Ezt azért mondom el, hogy most a képviselő urat, Földi Zoltán urat, és Deák Lajosnét, és kislányát Deák Zsuzsát, aki már tanítónéni, és őket kértük fel a zsűribe, tehát ők számlálták meg a szavazatokat. Úgyhogy nem volt itt semmilyen bunda, őt kedvelte a csapata, mert el kell mondani, hogy neki van egy baráti köre, a Terikének mind ott voltak, mindenki rátett, és ővé lett a legtöbb szavazat. Úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy a képviselő asszony és a képviselő úr is elvállalták ezt a szavazat számláló bizottságot, és én úgy érzem, hogy ebben nem volt semmi bunda, de hozzáteszem, hogy jövőre a 20-at, ha megérjük, ezt itt most azért mondom el a tévében, hogy ha hallják, mert nagyon sokat kaptam a 18 év alatt, hogy ilyen bunda olyan, de most jogász ember lesz odaállítva, akit senki nem ismer, és ő fogja a szavazatokat számlálni, és bemondani, és kitüntetni majd a három szépkorúak szépét. Tehát akkor igen, ezt akartam kérdezni, hogy hány szépségkirálynő van akkor, és amúgy mi alapján történik, ismeretség alapján történik a kiválasztás, vagy? Igen, ez volt az, amikor volt, hogy zsűritagok voltak, most nem zsűritag volt, ugye, hanem most szavazni igen, kellett. Igen, volt olyan is, amikor ilyen rubrikákat állítottunk össze, hogy öltözködés, hajviselet, ruhaviselet, kiállása, járása, volt ilyen is, de hát nem lehet, szóval mindig megkaptam azt, hogy bunda. Ez az egy szó, ez mindig azért benne volt. Hát remélem, hogy jövőre ez nem lesz. Ez nem lesz. Hogyan készültök egyébként egyesével, egyik ilyen bára? Hogyan készültél rá például? Hát fodrász, meg egyéb. Hát ugye azért egy nőnek mégiscsak fontos, tehát sokat jelent, igen, hogy bálozik. Hogy kell ezt elképzelni? De hát fodrászó. Hát a legszebb ruhát veszed fel, és... De hát nem is gondoltunk rá, hogy én leszek. Ezt fölvettem, aztán... Na, itt látszik, hogy nem volt bunda. Nem. Ez most tényleg bizonyítja azt, nem volt semmi azt, megbeszélve. Nem készült, hogy így, hanem mint máskor jönnek a rendezvényre. Máskor is, így kiöltöztem, aztán mentem, aztán csak járkáltam. Hát az egész az én társaságom az biztos rám szavazott. Egyébként mekkora összetartó ereje van ennek a közösségnek most, hogyha egy kicsit a nyugdíjas klubról is beszélünk, mint közösségnek. Hát, mit jelent? Hát most voltunk százan, nem? Hát nem. Most az a helyzet, hogy ez az Anna Bál, ez nagyon, tényleg nagyon eredményes volt. Több mint 100-an voltunk. Ez most rekord eredmény volt, és nem is tudom, hogy az az igazság, hogy sok felől támadnak bennünket, ezért, hogy néha úgy befut nekünk egy-egy nagy rendezvény, és akkor mindenki oda akar jönni, meg mindenki ezt akarja csinálni, és akkor ezek olyan kellemetlen dolgokat szülnek, hogy hát erről nem is szeretnék most beszélni, mert ugye az internet mindent elbír. Tehát most is megjelent, hogy nálunk ránk szerveztek valamit, de ez nem a
műsor témája, és ez olyan dolog, hogy nem baj, örülök neki, jöjjenek utánunk, csinálják utánunk, ennyi. Úgyhogy... Igen, és egyébként hozzátok, hogy lehet csatlakozni a klubhoz. Igen, lehet hozzánk csatlakozni, bárki jelentkezzen, van egy gazdaságvezetőnk, azt a 2000 forintos kis tagdíjat, egy éves tagdíj be kell fizetni, és a gazdaságvezetőnk nyilván tartja a pénzünket, ha valamire szükségünk van, azt meg tudjuk vásárolni, de támogatást is kapunk a önkormányzati képviselőktől, és itt szeretném megköszönni azoknak, akiktől már kaptunk, és most lesz egy nagy kirándulás belőle, majd megyünk a Balatonra, úgyhogy egy kicsit majd hát szeretnék kikapcsolódni. Káli medencét választottuk. Úgyhogy azt hiszem, ez egy szép kirándulás lesz. Ez egy szép ajándék, igen, igen, igen. Ugye az Annabál is egy nagy esemény a klub életében, igen. Emellett még milyen nagy események voltak, ami még esetleg ilyen nagy volumenű, mint az Annabál. Hát ugye ezt csak mi csináljuk 18 éve. Hát voltak olyan eseményeink is, például volt egy nagyon komoly egészségügyi előadásunk, ahova tényleg elég szép számmal eljöttek, és a Zahár főorvos úr tartotta, aki Németországból települt haza, és nagyon szüksége van ezekre a felvilágosító előadásokra, mert nem csak táncból áll az élet. Ezen kívül megemlékezünk minden évfordulóról, Katalin bálról. Most például lesz a születi bálunk, ahogy megjöttünk a kirándulásról, rá két hétre. És előtte meg akarunk egy ilyen születi bulit csinálni, ami hát már a született, egy ilyen gulyásevést fogunk készíteni, vagy csinálni a műfáznak az udvarán, az erre nagyon jó, minden, mert ott a kemence, minden nagyon tökéletes lesz arra, hogy egy ilyen előzetes szilvesztert ott megcsináljunk. És akkor ezeket batyús jellegűnek kell elképzelni egyébként ezeket a találkozókat, eseményeket? De ilyen batyús jellegű. Batyús jellegű, igen, de van, amikor, most például, mikor tavaly volt a 25 éves találkozónk, ott mindenki ingyen kapta nyilván a vacsora ebédjét, nem is tudom, mert olyan délután volt, és hát erre nagyon büszke vagyok, mert minden klubtagunk ott volt, a képviselők is ott voltak, a vezetőség, és a polgármester úr is részt vett, és megkaptuk az aranykönyvet. Arany oklevelet, ami nagyon-nagyon szép, és ez most már a harmadik ilyen oklevelünk, amit kaptunk. Azért ez nem, hát ha lehetett volna, vagy olyan alkalom lesz, vagy megérjük a 30 évest, akkor be fogjuk mutatni. De egyébként elhoztuk a fényképet a szép korok szépéről. Ha nem tudom, hogy tudja venni a kamera. Jó, felemutatom? Igen, mi az, amit láthatunk itt? A három szépség, akik ugye nem jöttek, mert hát nem hozhatjuk el mind a hármat, és sokan, hanem hát itt meg lehet nézni, hogy kik voltak. És aki zárta nekünk a mostani Annabálunkat, ő pedig az énekesünk, a Mészáros János Elek, nagyon szép egyórás műsort adott nekünk, és hát ezzel zárult az Annabál. De ahogy kérdezted, mi mindenben úgy részt veszünk, szilvesztereket csináltunk, karácsonyról megemlékezünk, bármi ilyen népi hagyomány, hát a húsvéti locsolóbál, az is volt most nem régen a tovszal. Igen. Igen, úgyhogy hát... ahogy jönnek az évfordulók, vagy események, vagy olyan dolgok, ugye, amiről meg kell emlékezni, ugyanúgy megemlékezünk mondjuk a Mindenszentekről is. Mert bizony van nekünk is 10 fő, akik elmentek közülünk a Covid alkalmával, úgyhogy sajnos, és van olyan is, hogy meghívjuk a papunkat a szomszédból, és tart nekünk egy kis előadást, és jó útra terel bennünket. Ez is fontos. Ha már itt beszéltünk egy kicsit a múltbeli eseményekről, akkor most hozzád fordulok, hogy mi az, ami a legkedvesebb élmény? Nyilván most szépségkirálynőnek lenni is egy
egy fantasztikus érzés lehet, de egyébként a múltban mi volt az a legjobb esemény? Hogy megválasztottak? Emellett mi olyan élmény volt még itt a klubban, ami még... Hát itt ebben a klubban hát nagyon sok rendezvény van, de én azon kívül eljárok több helyre. És onnan ismerem a barátaimat, akiket szokok vinni ebbe a klubba, mikor ilyen is nagyobb is esemény van. És szívesen jönnek, én meg megyek őhozzájuk. Akkor azért egy jó társaság jön ott össze, és akkor itt a műsor végén még azért emeljünk ki eseményeket a jövőben, a születi bált ugye elmítettük a Minden Igen. Szenteken. Emellett egyébként még mivel készültök majd? Most hirtelen eszembe jutott, hogy szeretnénk a születi bált igazi népiessel, hát úgy, ahogy annak illik, úgy elkészíteni, hát úgy lebonyolítani. Lesz a Szőlőskertek királynője, már készülődünk arra is, lesz bíróné, és akkor ennek szellemében fogjuk megnyitni. Tehát ez most ennek a fél évnek ez lesz a fő eseménye, előtte lesz ugye a kirándulásunk, még előtte lesz egy ilyen születi piknikezés, ugye, amit szintén említettem, utána lesz egy egészségügyi előadás szintén, valamilyen formába, ami nagyon hasznos az időskorúaknak, és akkor még utána szeretnék betenni valami olyat, szeretném a véleményüket kikérni az első klubgyűlésen, hogy mi legyen az, amit majd még, hát van egy dátumunk, és kitöltsük vele, és lesz egy évadzáró nagy ilyen piknikünk, vagy nem is inkább vacsora, amire spóroltunk annyi pénzt, hogy szeretném, ha a klubtagjaink egy szép ilyen karácsony előtti vacsorával zárná az évet, és egy kis zenetánccal, úgyhogy ezen dolgozunk, és így próbáljuk összeszedni, meggyűjtögetni a kis pénzünket, hogy megmaradjon, és mindenki jó szájízzel ünnepeljen. Akkor bizony tartalmas fél évvel még előttetek. Igen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltatok. Ez volt már az Együtt magazin, köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.